A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, megkezdődött az aratás, mármint legfontosabb kenyérgabonánk a búza aratása, és erről a híradókból láthattak már beszámolókat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy mi történt a földeken, hiszen aszály van, orosz-ukrán háború van, az olajárak, illetve a különböző növényvédőszerek drágultak, ugyanúgy, ahogy a műtrágya is, úgyhogy erről is kell, hogy szó essék. Vendégem Szabó Gábor, az Aranybulla ZRT növénytermesztési ágazat vezetője. Szervusz! Szervusz, jó estét! Örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, hát, hogy eljussunk a búza aratásáig, illetve a kukorica és a napraforgó miként áll, ahhoz az egy kicsit körül kell néznünk az országban, hogy mi minden történt. Kezdjük az asszállyal. A csapadékhiány alapvetően meghatározza a növényi kultúrák fejlődését, mennyiségét, minőségét is. Ugyanakkor, ha még korábbra megyünk, akkor, ahogy a bevezetőmben említettem, nagyon sok műtrágya probléma is felmerült az idén. Hogy kezdődött ez az év, az őszi vetésekkel nézzük? Hát ugye az őszi vetéseket még azt mondtuk, hogy optimális talajállapottal, illetve időbeniséggel el lehetett végezni. Az őszi input anyagok már drágábbak voltak, tehát itt a műtrágya mennyiségekkel már voltak olyan gazdák, akik, hogy úgy mondjam, csinyán bántak. Vannak, akik előbbre tudták venni, még az áremelés előtt be tudtak spájzolni, tehát az ősz még normális viszonyok között lezajlott, a gabona elvetés után időjárás is kedvezően hatott, tehát szépen keltek az állományok, és még az őszi csapadékkal úgy ki is egyenlítettünk, aztán jött a tél, minek a, ugye vissza tudunk emlékezni rá, hogy a téli csapadék az szinte teljesen kimaradt az életünkből, nem csak a hó helyzet, hanem egyáltalán a csapadék. És ez már rá kezdte nyomni a bélyegét a gabonákra. A hó helyzet egyébként mennyiben változtatja meg egy gazda gondolkodását? Hiszen azért megszoktuk, hogy itt a kontinentális éghajlat alatt mindig van hó. Hát ugye ez most már visszatekintve nem, tehát nem csak az idei évben, vagy nem csak az idei elmúlt télben, korábban is egyre kevesebb volt, egyre ritkábban volt hótakaró a növények számára. A fölmelegedéssel, hogy úgy mondjam, a takaró hiánya, ez nem jelentkezett annyira, mivel nem voltak azok a nagy minuszok sem, tehát így a növények ezt kibírták, viszont az, hogy csapadék, tehát sem eső, sem hó. A hótakaró ugye védené a hideg ellen a növényeket, nem tud a talaj olyan mértékig átfagyni, és így a tavaszi időszakban lévő felmelegedés, lehűlések a gyökérzetét nem szakítják meg, hogyha van hótakaró. Ugye ha nincs hótakaró, akkor előfordulhat ez a helyzet. Az idén nem nagyon tudunk ilyenről beszélni, mert egyszerűen nem is volt semmi, se hideg, se hó. Tavaszi vetések. Tavaszi vetések is fontosak számunkra, hiszen nyilvánvaló, hogy a kukorica, napraforgó és a többi is fontos, és akkor már jószerivel alig volt csapadék. Igen, és ez a korai csapadékhiány, ez gyakorlatilag, ha egy gondolattal még visszamehetek az őszi vetésekre, ugye ott a kalász differenciálódás már ebben az időszakban, tehát a kora-tavaszi időszakban végre megy a növények alkalmával, az őszi vetésű növényeknél. Tehát így a kalász számot már akkor meghatározzák. Hát akkor egy száraz periódus volt, egészen a
majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy a májusig még a tavaszi növények magágy készítése már azért az, akkor már beleesett a csapadék, így azoknak is megfelelő talajt lehetett készíteni, és még mindig bizakodtak a gazdák, hogy majd megjön a csapadék, illetve elvetettük a tavaszi növényeket is megfelelő módon, vagy megfelelő időben és talajállapotban. Viszont a májusi eső, ami köztudottan aranyatér, ahogy a közmondásunk is említi, meg is jött, és szépen le is esett. Csak aztán egyszerűen vége lett. Tehát ott leesett a környékünkön egy 20% vagy egy 10% eltolódással 60-80 mm itt a környékbe, és szépen ki is keltek, tehát én azt mondtam akkor a tavaszi vetések kelése, hogy nagyon szép állomány volt, egyöntetően kikelt, nem heterogén, jó, ugyanúgy a borsó egy korai vetésbe, mint egy nem megkésett kukorica. Tehát a május elejére, április végére vetett kukoricák azért ott már érezhetően nem volt olyan egyöntetű kelés. Nézegettük a földeket, itt is csak egy közbevetés, a repce is furcsa módon fejlődött. Tehát villám gyorsan lett sárga, 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 és akkor utána majd történt, ami történt, de még ott nem tartunk. És akkor ilyen értelemben egy kicsit beszéljünk, ugye kitört a háború. A háború alapjaiban meghatározza egész Európa, sőt mondhatjuk a világot, hiszen igen. Ukrajna 40%-ot szállít búzából, és ott vannak még, és az teljesen rommá ment az ukrán mezőgazdaság mindenféle értelemben. Ez mennyire nyomta rá a bélyegét a tőzsdei árakra? Az várható volt már, hogy az őszi vetések, amelyek most aratásra kerülnek, is az egekben lesz az ár? Hát a vetéskor ez még én szerintem nem volt várható. Tehát a háború kitörésével ugye egyáltalán benszorultak azok a gabonák, vagy azok a termények, ami nem biztos gabona, napraforgó, stb. A raktárakba, ami talán még ott is van, illetve hát vannak olyan raktárak a híradásokból, kitűnik, hogy bombatámadásért, tehát gyakorlatilag megsemmisült ez az árunak bizonyos százaléka, és a kitöréskor már egyből reagált rá a tőzsde, tehát egyből mentek felfele az árak, kisebb-nagyobb léptékkel, de aztán ez valóban az egekig ért, úgy az input, mint a megtermelt áru tekintetében. Na most visszatérve Magyarországra, és még egy kicsit a csapadékba, ugye azt mondják, hogy a csapadék határozza meg Magyarországon a termést, és ilyen értelemben ketté szakadt az ország. Az Alföldön szörnyű helyzet van, azt a híradásokból tudjuk, de a Dunántúl ugyanez egy kicsit. De itt a Mezőföldön mi a helyzet, és akkor nézzük meg, hiszen kint jártunk a Sörárpa aratásánál, és akkor még talán azt mondjuk, hogy ha nem is jó, de elfogadható volt a termés. Igen, ugye az árpa az egy rövidebb tenyész idejű növény, tehát kevésbé sínyli meg talán ezt a tavaszi aszályt, és így azok azért jobban hozták az elvárt vagy az elvárható mennyiséget, bár ott sem lett az, amit még a kalász hányáskor vagy virágzáskor az ember többet várt, őszintén szólva. Mi is ezt a Sörárpát évek óta termeljük, és a francia partner is itt volt hozzá, nézte, azt mondja, ezen már csak egy jégverés idézőjelbe ronthat. De aztán nem így történt, tehát ami korábbi években 8 tonna volt, az most csak 6 vagy esetleg 5,5 tonna árpát tudtunk betakarítani. És a mennyiség, illetve a minőség, tehát az helye közel megfelelő, de mi a helyzet az árakkal?
hiszen azt megtapasztaljuk, hogy a világpiacra a tőzsdei árak mindig változnak, és arra kell, hogy reagáljon az eladó is, függetlenül attól, hogy persze természetes, hogy aki szerződést köt, annak kicsit másként működik. Hát így van, tehát ugye két ármozgásról is kell, hogy beszéljünk. Egyrészt a maga a terménynek az ára, ahogy ingadozik, ugye ezt, mint említettük korábban, a háborús helyzet is befolyásolja, és nyilván, ha most a betakarítás megtörténik, a betakarított terménynek a mennyisége is befolyásolja, de egy másik ingadozás, ami az euróforint árfolyamok ingadozása, ez önmagában is egy kiszámíthatatlan, és hát nem prognosztizálható. Tehát akkor a, ugye ezek 30-40 forintos árdifferenciák, amit bizony megéreznek a gazdák, és nem tudja, hogy mikor éppen jól adtam el a terményt, vagy talán mégis várni kellett volna. Akinél a magtárakban alszik, azért az tud vele játszani, de nyilvánvalóan leszerződött terményt azt el kell adni. Repcével foglalkozunk egy kicsit. Ugye említettem itt a műsor elején, hogy nagyon korán virágzott már. Mi a helyzet ezzel a haszonnövénnyel, hiszen egyre népszerűbb itt a Dunántúlon, a mezőföldön? Igen, a repcének az elmúlt években felfutó ágazatnak tűnt, vagy felfutó növénynek tűnt a növénytermesztésen belül, viszont a meleg tavasz, tehát amiről beszéltünk, hogy nem volt hideg tél, ez a kártevőknek a szaporodását nagyban segíti, tehát sokkal több egyed éli át a telet, és egy nagyon intenzív szaporodás figyelhető meg a tavaszi időszakba, ami a repce tekintetében nagyon meghatározza a termést. Valójában, hát hogyha egy 30%-kal több védekezést kellett az idén elvégezni, és a növényvédő szerek, a rovarok elleni hatása, hát hogy úgy mondjam, megkérdőjelezhető. Egy eklatáns példa, amikor végez az ember a rovarölő permetezéssel, amit még kimélő technológiával, tehát napnyugta, stb. Megvan ennek a ottója, hogy hogyan kell megcsinálni, de mikor végez, igazából másnap annyi bogár van, mint a korábbi időszakban, akkor szoktuk elkezdeni. Tehát egyszerűen, amit kivonnak növényvédőszert az EU-ba, az annyira mérsékelt hatású, hogy tehát igazából tartam hatásról abszolút nem beszélhetünk. A rovarral, amivel konkrétan találkozik a permet lé, azt elviszi, de amelyik már valamilyen búvó helyen vagy véletlenszerűen levélfonákon találkozna vele, arra nincs hatással. Tehát nagyon megnöveli ez az önköltséget. Tehát az uniós szabályozások teszik, voltak éppen lehetetlenné, hogy teljes körű legyen a védelem? Hát így is fogalmazhatunk. Valójában az igazság benne, hogy a repce termesztési övezetnek annyira a déli részén vagyunk, hogy itt ezek a kártevők sokkal intenzívebben, mondjuk, mint Csehországban, ott szinte nem is ismerik ezt a problémát, hogy nekik védekezni kell az ormányos vagy a egyéb rovarok ellen. Hát hasonló volt az időszak a búzavetésekor. Ugye arról beszéltünk. Arról is, hogy a tavasz azért az meghozta, hogy talán jó lesz, és akkor egyre inkább. De hogy mutatkozott ez meg a búza fejlődésében? Látható volt, hogy milyen lesz a mennyiség és a minőség ideje korán? Hát egy darabig ugye azért bizakodtak a gazdák, ahogy említettük is, hogy a téli csapadék, tehát tartalék nem volt a talajba. A tavaszi
csapadék, az azt hozta, hogy szépen fejlődött az állomány, elbokrosodott, tehát megfelelő kalászszámot tudott kihozni, ami ugyan látszott, hogy kisebb a hossz a kalászoknak is, rövidebb a kalászhossz, de hát még mindig az volt a helyzet, hogyha ez szépen kifejlődik, normális lesz a hektoliter súly, 1000 mag tömeg, akkor lehetett volna várni egy közepes, vagy esetleg egy közepestől jobb termést. De ugye ez nem így történt, tehát a gabonáknál a hektoliter súly is alacsony, és az 1000 mag tömeg szintén egy alacsony számot mutat. Ennek apropóján például a Sörárpánál van egy úgymond frakcióbeni elvárás, vagy osztályozottsági elvárás, ezt a kombány tiszta gabonával, kombány tiszta sörárpával nem lehetett produkálni az idén, tehát akkora különbségek voltak a gabona, az árpa szemek között, hogy mindenképpen egy tisztítón át kell engedni ahhoz, hogy megfelelő frakciójú legyen a sörárpa. Ez mennyi veszteséget okoz egyébként? Általában kérdezem most, nem a konkrét példánál. Hát általában egy 5% körül mozog, de most ez 10% fölötti. Tehát ez valójában a idézőjelbe téve, hogy nálunk nem olyan veszteség, mivel van egy állatállomány, ami ugye darálás után megeszi ezt a mennyiséget, vagy ezt az árpát, és igazából ő nekik mindegy, hogy aprószemű árpából, vagy nagyszemű árpából készül a dara, így akinek állata van, az talán könnyebben átvészeli ezt a rossz minőséget. Nos, megérkeztünk a búzához. Nagyon jó volt nézni a földeket, de aki a hozzáértő, az nagyon is jól tudja, hogy a csapadékhiány alaposan megnehezítette azoknak, akik erre számítottak. Ez mennyiségben, minőségben is sokat számít, és itt jön be nyilvánvaló az orosz-ukrán háború hatása is. Milyen lesz a búzánk az idén? Hát, mondjuk a mezőföldről beszéljünk először. Igen, hát itt a környezetben tényleg jól néztek ki, aztán mikor elvirágzott és kellett volna a kalász fejeknek bókolni, tehát húzná le a fej, elgörbül a szár, ezt nevezzük, hogy bókol a búza, és beleakad majdan a betakarítás során a motollába, a kombájnoknál. Ez bizony nem nagyon történt meg, tehát egyenesen állnak föl a kalászok, ez már mutatja, hogy ott nagy termés nem várható. Hiába van megfelelő tőszám, nincs súlya a búzának, tehát egy hektoliter súlyban nagyon-nagyon gyengék. Tehát esélyszám, hektoliter súly gyenge. Hát ugye beltartalom egyébről nem tudok még pontos információt, még mind vizsgálatok már folynak, illetve mintázás történt, de még eredményekről nem tudok mennyiség beszélni. Hiszen ezt megszokhattuk, hogy itt a mezőföldön nagyon jó a búzatermés. Hát valóban itt azért legtöbbször hatossal vagy hat fölött kezdődnek a betakarított mennyiségek, hát az idén ez nagyon elmarad, tehát zömbbe 4, jobb esetekben 5 tonnás termésekre fog realizálódni a vége. Nyilvánvaló, hogy a tőzsde azért figyelemmel kísérte a háború menetét, illetve mindazt, ami történik. Ennek tükrében az ár az hogy áll most? Hát valójában ez biztos, hogy egy összetett dolog, ez a tőzsdei történet. Hát talán mi gazdák, vagy inkább magamról beszélve, kicsit úgy furcsálódik, hogy van az ukrán háború, ami fölfele vitte, akkor van egy rosszabb termés, ami szintén fölfele vihetné az árat.
a minőség nyilván, hogy fognak tudni minőséget azért a pékek bevásárolni, tehát a malmok azért jó minőséget fognak majd tudni kenyeret sütni, de ez a három negatív dolog is, és mégis a betakarítással egy menetben csökken a felvásárlási ár. Hát, hogy ennek mi az oka, ez nem az én tisztem. Ez nyilván világpiaci spekuláció. Egyébként az üzemanyagárak mennyiben nehezítették meg a gazdák dolgát? Üzemanyagárak és még az üzemanyagár mellett az alkatrész árak is hasonlóképpen emelkedtek. Ugye van ez az üzemanyag vagy árstopp, amiről a kormány beszél. Nyilván ez bizonyos tekintetben azért kedvez a betakarításoknál, nagy nagy üzemanyag felhasználó ilyenkor a mezőgazdaság. Ezeket az intézkedéseket nyilván meg kellett hozni, így azt mondom, hogy hát ugye, ami az előző évekhez viszonyítva följebb ment, de azért nem az a drasztikus, mint hogyha elszabadult volna és a piaci áron kapná a termelő a üzemanyagot. A gáz tekintetében, tehát ha a búzáról ugye tudjuk, hogy nem kell, vagy be lehet úgy takarítani, hogy nem kell szárítani, de későbbiekben ugye erre a moratórium nincsen, csak a lakás, vagy hogy mondjam, a kis felhasználó, vagy a lakossági felhasználók tekintetében van ez az ár stopp a gáznál. Mi már teljes áron kapjuk, tehát meg is próbálunk mindent annak érdekében, hogy ne kelljen a gázkazánokat elindítani, ne kelljen szárítani, így kissé elhúzódik a betakarítás, tehát ha egy csapadék vagy egy nagyobb pára van, akkor inkább várnak a kombájnok kint, és akkor ne kelljen szárítani, mert ez nagyon fölvinni a költségeket. Világos. Nagyon fontos kérdés, hogy ugye aki megfelelő tárolókapacitással rendelkezik, vagy le van szerződve, az azért jól jár, viszont meglehetősen furcsa a magyar helyzet, ahogy beszéltünk róla, hogy a Dunántúl és az Alföld elvál. Az alföldi helyzet katasztrofális. Tehát néztem a híreket, itt ugye 4-4,5 tonnáról beszéltünk a búzánál, ott gyakorlatilag a 2,5-3 között van az Alföldön, és ez a kettő nem egyenlíti ki egymást, de ilyenkor mi a teendő? Mit tett egy gazda? Mert nyilvánvaló vetni kell, hiszen ott van a föld. Tehát milyen megoldások vannak? Én nemrégiben láttam az agrárminiszterrel egy olyan interjút, amelyben azt mondta, hogy most gőzerővel elkezdik az öntözéses rendszereket felújítani, megújítani, hiszen erre megvan a pénz, de ez viszont idő. Így van. Hát egy ilyen rendszer kiépítése, bár nálunk nagyon lehetőség nincsen, tehát felszíni vízből nem tudunk kivenni. A kútfurások ugye azok egy hosszú távú beruházás lehetne, de annak a tároló rendszer megépítése, tehát ez éves szintű vízhozamnak megfelelő tározó, én azt gondolom, hogy ilyen 1000 hektáros öntözéseket nem látom, hogy ez nem hogy nem lesz rentábilis, de ez akkora pillanatnyi költség, hogy szerintem kevesen fogják ezt bevállalni, hogy kutat fúrnak és olyan vízhozamra tesznek szert, ami egy szezont kibír, tehát akkor a vízmennyiséget kutakból nem tudom, hogy tudják. Rövidesen, tehát a magtárakban alszik a búza, és van nekünk a két tavaszi vetésünk, a legfontosabbak, nyilván a kukorica és a napraforgó. Síralmas a helyzet, jól néznek ki a vetések, tehát azért most láttuk, bár a kukorica már pöndörödik, ahogy mondják, napraforgó jól néz ki. De milyen lesz a minőség, hiszen eső, csapadék nélkül szörnyű időszak jöhet? Hát az bizony. Valójában a kukoricák is elindultak, szépen fejlődtek, talán még a kultivátorozás idejében
mikor térdig érők voltak a növények, akkor még jó állományról beszéltünk. És egyszerűen ez az aszály, mivel semmi csapadék vagy semmi víz háztartása nincs a talajnak, tehát itt napról napra élnek a növények, van amelyik régebben úgy fogalmaztak, hogy erre már jöhet a Duna vize is, de tényleg úgy vannak ezek a dombosabb területen, hogy ott már a kukorica hozza, ilyen kényszer, címerhozás, a bibe megjelenik, vagy meg se jelenik, tehát a beporzása nagyon kritikus, szélsőséges esetben az is előfordul 35 fok feletti hőmérsékleteknél, hogy a pollen egyszerűen meddő. Tehát nem lesz beporzás, nem fog termékenyülni, és egy néhány szemes csutka fog képződni a kukoricán. Már pedig ez katasztrófa helyzetet jelent bizonyos értelemben, hiszen azért mindenféle a legfontosabb ilyen értelemben a kukorica számunkra. Hát igen, az állattartóknak az egyik fő takarmány növény a kukorica, amit gyakorlatilag, hát ne így legyen, de tényleg kritikus a helyzet. Tehát próbálunk, ugye ezen nem lehet segíteni, tehát ez már késő mindenképpen. Ugyanez a helyzet a napraforgónál, ott viszont már a lakosságot is érinti, hiszen a napraforgó olaj ára már most az egekben van, és ha folytatódik ez a 40 fok, 35 fok körötti szárazság mindenütt, és ráadásul folytatódik a háború, akkor szinte bizonyos, hogy már ki sem merem mondani, mennyibe fog kerülni az étolaj. Hogy áll a napraforgó most? Pillanatilag ugye virágzik, kihozta a virágokat. Gyönyörűséges. Tehát szép sárga a táblák. Viszont ha közelebbről nézzük az elmúlt napokba, és ez gyakorlatilag 3-4 napos virág, teljes bevirágzás utánról beszélünk, tehát még teljesen élénknek és üdének kéne lenni annak a szíromlevélnek, ami a sárga színt adja a környék, vagy a napraforgó tányér szélén, és hát látszik, hogy szenved egy ilyen, hogy mondjam, mikor már levirágzik, vagy elvirágzik a napraforgó, ott tart, hogy az is, tehát nem tudja annyira a méheket csalogatni, látszik rajta, hogy vízhiányos. Ha még közelebb megyünk, vagy a talajtól visszafele nézzük a napraforgó, már elvesztette 3, akár 4 levelét. Tehát nincs fotoszintézis, nem tud beépülni az olaj. Még az is kérdés aztán, hogy mennyi termés lesz, meg hogy mi lesz az olajtartalom. Tehát túl a nem tudjuk mennyi lesz az olaj, mire a boltba kerül, de hogy lesz-e egyáltalán elég napraforgó olaj. Én még ezt is kérdésnek tartom. No, hát én sajnálom, mert ebben az időszakban csupa szépről és jóról szoktunk beszámolni, hogy most ez így sikerült, de hát az időjárás a megmondhatója, hogy ilyen is van. Hát én esőt kívánok. Köszönjük, búcsúzó, az lenne jó. Sok-sok esőt. Aztán majd a strandolók mennek a jövő héten, vagy azután, ha elállt. Köszönjük, ez lenne. Bár ha nézzük az időjárás jelentéseket, akkor ebben kevésbé bízhatunk, de azért higgyünk abban, hogy megkönnyörül rajtunk a természet. Gábor, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, a gabona helyzetről beszéltünk, a csapadék hiányról és mindarról, ami vár ránk a következő időszakban. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.